A küzdelem kifizetődött, utasbarát lesz a menetrend. Már hivatalos, hogy november 28-ától naponta 5-ször fog járni a vonat Szabadka és Szeged között, erősítette meg a Pannon RTV-nek dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke. Kiemeli, azzal, hogy újraindítják a vasúti forgalmat a két szomszédos város között, sok évtizedes álom valósul meg. Pásztor hozzáteszi, az utasbarát menetrendnek köszönhetően reális alternatívát nyújtunk az ingázó munkavállalóknak, az ügyeiket a határ túloldalán intéző polgároknak és a turistáknak is. Bejegyzését azzal fejezi, leírhatatlanul boldog vagyok, hogy édesapám sok éves munkáját folytatva sikerült megoldanunk egy elsőre lehetetlennek tűnő ügyet. Az elmúlt időszak fejlesztéseiről is beszámoltak Kishegyesen a község napja alkalmából. A Magyar Állam, a Magyar Nemzeti Tanács és a helyi közösség összefogásával Kishegyesen egy új kulturális központ jött létre, egy új tér, ahová nemrég zöldövezetet telepítettek, emelte ki Sándor István, Kishegyes alpolgármestere. Tudjuk, hogy bennünket összefog az egymás iránti tisztelet és a békés közös élethez fűzött remény és törekvés, illetve a lokál patriotizmusunk, hangsúlyozta Juhász Bálint, a Kishegyesi KKT elnöke. Olcsóbb lesz az üzemanyag az elkövetkező egy hétben. Az eurodízelért 3, a 95-ös benzinért pedig 1 dinárral kevesebbet kell fizetni. Ennek értelmében a gázolajért 201, a benzinért 179 dinárt kell fizetni. A szerb kormány a nagyobb piaci kilengések elkerülése véget az üzemanyagok árának korlátozását 2023. december 31-ig meghosszabbította. Kemény mérkőzés vár a TSC labdarúgóira szombaton. A belgrádi Partizán otthonában kell bizonyítaniuk a topolyaiaknak a szerb Superliga 16. fordulójában. Zsarko Lazetić, a TSC vezetőedzője szerint a bajnokság egyik legnagyobb kihívása a 13 mérkőzés óta veretlen Partizán legyőzése. Hozzátette, a belgrádiak nem szerepelnek az európai versenyeken, és ennek köszönhetően teljes mértékben a hazai bajnokságra tudnak összpontosítani. A találkozóra szombaton 18:30-tól kerül sor Belgrádban.